Szabó György nagy álma ismét megvalósult, sokan elfogadták meghívását a találkozóra, bár Nagy Kátán is épp aznap volt hasonló. Májusban volt az első nagy találkozásunk Karcagon, egy újrakezdés, akkor már rebesgettük ezt a őszi, kimondottan zsuk találkozót, de a kortárs járművek is becsatlakozhattak gyülekezetként. Ez is a címe a találkozónak. Igazából küldtük mi sokfele a meghívást, de Nagy Kátán is pont a mai nap van ez a szintén veterán autó jármű találkozó, úgyhogy az időjárás meg a másik konkurenciánk volt, és azok fogadták el, akik közel vannak, meg megeskedtem őket, hogy jöjjenek. Volt, aki egészségügyi okok miatt nem jött. Voltak, akik autó nélkül érkeztek, mert az esőben nem vették elő féltve őrzött csodajárgányukat, de szerettek volna itt lenni társaikkal. Úgy gondoltam még délelőtt, hogy én 5-6 autónál a szűk család idézőjelbe megáll a dolog, viszont itt, ahogy a hátam mögött is még látszik, sőt már voltak, akik 2-3-5 autó talán el is ment, tehát itt ilyen 15-16-ig azt hiszem, hogy fölment a létszám, plusz 2 pannónia is volt Karcagról, és volt olyan is, akinek például otthon van zsukja, Ceglédbercerről, és eljöttek, mert ők majd jövőre szeretnének esetleg csatlakozni, de most itt, mint lelkes rajongók eljöttek kíváncsiságból. Kíváncsiskodók is voltak szép számban, sokan unokástól jöttek el megnézni az öreg autókat. Elállt az eső, majdnem, hogy a nap is volt egy picit kisütött, és egyből megmozdult a város, úgyhogy várakozáson fölüli. Mondhatni, ahogy indultunk reggel, ahhoz képest összetehetjük a kezünket. Volt egy nagyon színvonalas mentős bemutató, a karcagi mentőszolgálat egyik munkatársa, egy legalább 2 óra hosszás interaktív foglalkozást tartott nekünk a megváltozott egészségügyi rendszerünkről, meg arról, hogy ha más nem a családban, hogy tudunk segíteni egy bajba jutotton. Úgyhogy ezúton is köszönöm Horváth Sanyinak, hogy ránk szánta a kis szabadidejét, meg a lelkes kérdéseinkre válaszolt. Nem csak látványban, hanem tudásban is gazdagodott, aki eljött erre a találkozóra, amelynek folytatása is lesz, ígérte a főszervező. Most, hogy például új arcok feltűntek, meg a régiek se haragból vannak távol, azért hát, ha veszünk egy mély levegőt, és akkor az 5. zsuk találkozó, lehet, hogy tavaszra betesszük, és akkor a családi nappal, vagy bármilyen városi megmozdulással becsatlakozunk. Ugye ez 3 találkozó a mi udvarunkba lezajlott az elmúlt 3 évben. Ha ez a fejlődés útja, és reméljük a minőségből nem veszítünk, akkor folytatjuk.